Folytogatása. Uha, hát érdekes. Általában emberek a fordítva szeretik ezt, nem magukat, de... Megértem. Valaki biztos szereti folytogatni magát. Valami inakciót kapunk? Bocsi, nagyon éhes vagyok, és nagyon szeretném folytatni a játékot, szóval... Itt közben eszek. Did they do something to my head? You don't look well. You should take better care of yourself. Ó, visszakerültünk ide. Van kulcsunk, nem? Egy van. Köszönöm szépen, igen. Jugi, rád bízom a döntés most. Szeretnél választani? Először írd le azt, hogy bal vagy jobb oldal. Utána. Meg azt, hogy mondjuk pent, jó, oké, bal oldalt. Pent, középen vagy lent. Második sor negyedik. Második sor negyedik. Akkor mondjuk ez jó. Nézzük meg, mit rejt. Csak egy kulcsunk van. Hát, ez mi? Kettő ilyen fagyasztó lövedék? Szerintem ez az. Fagyasztó nyilvessző. Ilyenünk még nincs mondjuk, szóval köszönöm. Először töltette meg át a kill. Halálhozó ipuskendet elhagyva. Majd ellenséget érve felrobban és megfagyasztja azt. Néhány ellenség a fagyás után magától szilánkokra esik szét. Köszönöm amúgy, nem rossz, mert ilyenünk még úgy sincsen. Addig Verity volt egyébként, aki olyat nyitott, hogy két kulcs volt még benne. Szóval eddig ő volt, aki a legértékesebb lootot adta számomra. De értékelem a lootodat is természetesen. Amúgy full happy-t, full happy-t, nem tudom, full happy-t kapunk, hogyha belőlünk abban a székben. Mert akkor nem használunk el fecskendőt. Kéne próbálni. Amikor upgrade-oltuk a karaktert, akkor kaptunk. Szóval lehet, hogy most is itt van az a szék. Amúgy most sokkal fekete-fehérebb a játék, mint eddig volt, nem? Eddig nem volt ilyen fekete-fehér az a hely. Most még jobban. Na. 10600 pontunk van. Lehet, hogy még egyszer rá kéne menni a... Crit. Minden játék crit. Nagyon sokat hozzádob, tényleg. Ezt bírom, elmondom még 50-szer lehet, de... Nagyon sokan inkább a damage-re raknak, és nem a crit-re egyébként, mert azt gondolják, hogy ó, damage az konzisztív. Tehát az folyamatosan kapod, ugye? Itt az a baj ennél a játéknál, hogy most nem tudjuk, mennyi a crit chance. Mennyi a crit esély. Vagy eljönk ezt úgy írja, hogy plusz 30% esélyünk van crit-re? Azért a critical damage általában egy 3-4-es szorzót jelent. A játékoknál. Dobjunk kritre még. Olyan hamar szét fog locsani a feje az ellenségnek ezáltal. Oksidisi. Jó. Ó, basszus, és nem töltötte fel a HP-nkat. Akkor lehet, hogy az életerőt, ha feltöltjük, vagyis hát boostoljuk a életerőnket, akkor kapunk full HP-t. Maxi. Nem adhatok ebből enni. Nem adhatok. Hiába ugatsz. Amúgy rá, Evil Within 2-esnek is ilyen a... ilyen fekete fent is lent? Vagy nem? Már megszoktam amúgy, már nem zavar. De... mondjuk a Dark Pictures Anthology-nál én megoldottam, hogy ne legyen. Ott volt ez a widescreen fix. Azzal meg lehetett. Arra kíváncsi lennék. Én megértem, hogy filmes effektet ad, de ez már túl sokat katol azért. Tehát... Mondjuk, meg tudnám úgy csinálni magamat, hogy pont akkor elraknám a kamerát, hogy így pont el tudom magamat rejteni. Amúgy nem találok tükröt, ahonnan ki lehet menni.
Recepciós csajszi. Bemutatkozott nekünk amúgy? Nem tudom a nevét. Inkább a körmével foglalkozik ahelyett, hogy segítene nekem. Nézd meg, ott reszelje. Amúgy, férfi létemre szeretem csinálni. Nem tudom, én élvezem. Szeretem reszelni a körmömet. És akkor olyan szép sima utána. Mert azt tudom csinálni, hogy lenyírom ollóval, és utána képes vagyok még reszelni. És akkor így, jó smooth. És nem azért reszelem, amiatt lehetne gondolni. Amúgy, lehet az miatt gondolni, de nem az miatt. Csak egyszerűen megszoktam és élvezem. Itt a tükör nem nyitódik ki. Nem tudunk átmenni rajta. Hát akkor úgy néz ki, hogy itt ragadunk végtelenségig. Ez a tükör se. Mentenem kéne? Bár nem olyan, még nem volt, hogy menteni kell konkrétan, aztán tovább tudunk menni. Csajja, nem tudunk beszélni. Menjünk még erre körülnézni. Ez az ajtó visszavezet minket ide, aha. Itt van az a kulcsos rész. Itt a irodában valami? Templom itt talapzott romjai. Beszakadt a templom padlója. Beszakadt a templom padlója. Nincsenek sérültek, szemtanúk csodát emlegetnek. Napjaink legnagyobb templom botránya. Cedar Hill. Beszéljük meg úgy, hogy Cedar Hill a nevük. Cedar Hill templom padlója beszakadt a felújítás alatt. Egyháztak szerint kész csoda, hogy senki sem sérült meg. Körülbelül olyan érzésem van, mint a kétszer olvastam volna ugyanazt. Nem nagyon különbözött a két szöveg egymástól. Erre se. Lehet, hogy valamelyik cella, de mondjuk a cella ajtók se nyitottak ki. Várjunk csak, de ki lehet nyitni valamelyiket, mondjuk ezt. Ez elég üres. És ez biztos nem lehet, nem. Nem engedi. Ez se lehet. És ez se. Tükröm. Így meg nékem. Ugye ez a legjobb lámpa a világon. Magától aktiválódik. Így vonszolod a seggedené, és telepátia módon így bekapcsol. Ez milyen menő, mert is szeretnénk egy ilyen lámpást. De what? Ha nem mondod meg, merre van a kiárat, bajok lesznek. Én nem kímélek hölgyet sem. Nem. Én nem kímélek. Az, hogy van bootid, az mi nem azt jelenti, hogy most engemet meg tudsz vesztegetni. Itt sincs semmi. What? Ja, itt? Ez az a templom, amiről szó volt. Maxi? Nem. Ez spíz kajája. Ez spízi. Take me to church. Uha. Akkor nem take me to church. Ez egy kis helyi elsötétült. Oké. Már csak azt hiányozna, hogy az egyetlen safe zone a játékba, az is ellepjék a zombik. Amúgy. Basszus.
Átadott hirtelen a horror game-re most. Nem sokat segít ez a lámpás. Uha. Látnék is valamit. Remélem azért ide nem jönnek be. Mert... legalább itt legyen nyugalmam. Ó, nincs itt a recepciós csaj. Itt meg bezárult az ajtó. Hát próbáljuk meg erre menni. Nézzünk be ide. Tiszta? Igen, mind a baba popó. Oh, hello. Mi ez a sok bohár? Most már gyerekek is vannak itt. Kicsit on effect ez. Hát még én fog beszédülni a végén. Ó, most már nem csinálja. De miért csinálja? Ó. Ez ki? Valami van a karján. Meg... I don't know what's happening. Leslie. Ja igen, ő az a Leslie. Egy és a kettő is fekete nélküli? Alapjáraton? Sebastian? Alapjáraton fekete nélküli. Alapjáraton nincs is ilyen. Sebastian? Akkor nekem miért van? Az arca egy tükör volt. És visszaláttuk magunkat. De én nem láttam ilyen settings négy, ezt ki lehetne kapcsolni egyébként. Valahol ez a filmszemcseszerűség, hardware beállítások. Basszus, én ezt kerestem. Ja, 30 a max. Én egy kicsit alacsonynak érzem a FOV-t még így is, de nem baj. Interakciókon, fejbólintás, célkereszt. Sajnos nincs erre mód, hogy így ki lehessen kapcsolni. Jó lenne. Arjukat hallok. Epic loot! Ez a szigonyos, ugye? Igen, ez a szigonyos nyilvessző. Amúgy nem tudunk valamit craftolni. Nullán vagyunk. Ó, ez nem jó. Egy fecskendőt azért benyomunk. Jó. Mi a kiszabadultunk ebből a helyiségből? Amúgy én adnék egy ilyen kicsit kintibb részt a játéknak. Köszönöm, már rég volt, hogy kint voltunk. Thank you, game. És milyen szépen néz ki. Önmagunk folytogatása. Most indul a fejezet. Itt leszünk ennél a templomnál, ahol olvastunk. Mennyi varjú megy ott körbe? Oké, erre le tudunk térni egyébként, még mielőtt bemennénk oda. Megnézzük itt, mi található. Nagyon tetszik amúgy ez a játék, már megint mondom, tudom, de... valami, mindig találok benne valamit, ami így leköt. És... nem tudom, teljes mértékben élvezhető. Én attól féltem a Evil Within-nél, hogy megint csak ugye a stream szempontjából, mert sokszor meghalok, hogy ilyesmi, de amúgy nem is tesz fel, hogy sokszor meghalok. Hát vannak olyan részek, hogy most amúgy nem egyértelmű, és ki kell tapasztalnod. Most beszélnek például arról, amikor bal jobb gombot kell nyomni, vagy egyszerűen jönnek hirtelen 8-10-en és a legtöbb gamer meghalna. Jó, oké. Mókesten láttam egy epic pillanatot, amikor játszott Resident Evil
Melyik Resident Evil volt az? Az új Resident Evil-e, a 4-es, 4-es legújabb, ugye csak nem akarok hülyeséget mondani. És volt ott egy elég durva boss fight. És elsőre sikerült neki. Úgyhogy már alig maradt HP a végén, meg amúja is, és így... Nézem... Oké, okay. Nekem valószínűleg egy 8-adjára sikerülne. Ja, hát ő... Nagy Resident Evil... fan is egyben szerintem. Sok játéka játszott már. Én is játszottam is sok játéka, de... Ez a műfaj... Ebben nincs annyi tapasztalatom. Ez a MO management, meg... Használjuk ki a környezetet. De tetszik amúgy. Jó, megtanultuk ebből a játékból, hogy nem játszunk... hullákkal, akik így felakasztották magukat. Mert az fog történni, hogy ő is csak leesik. Ó, van... Volt nála egy kulcs? Érdemes megötni a hullákat, meg kidobnak kulcsot? Hát jó tudni ezt. Szóval a trófeában lehetnek, és hullák zsebei, gondolom a zsebéből esetett ki. Damn. Mondom, poénból adok neki egy kis pofont. Kis ütést. Na, oké. Okay. Miket nem talál az ember, csak kicsit szórakozik. Nem feltétlenül ember, attól függetlenül, hogy lőtt pisztolya. Láttuk már zombit is lőni pisztolya. Oh. Gyógyszer. Are you all right? My head wouldn't stop buzzing. It felt like it was about to crack open. But now it's like Átlátszó egy kicsit, mert tükröződik róla a... Tudom, hogy fura a bőre. A fura nem világít rá a nap. Inside, let's go. Na, jön a horda. Nézd be, a kis alkoholista. Kiúrik ajtón. Egyből üveg van nála. Oh. Na, ezt tudod hozzásolítani? Igen. Tapasztalatod már van benne. Nekünk kell megküzdeni, mert Cassie lesz. Remélem, nekünk. Ó, basz, igen. Jó. Jó, itt van ilyen robbanó cucc. Kettő is. Oké. Okay. Jó, ez mi? Fagyasztás, ugye? Kipróbáljuk a Yugi fegyverét. Bum. Jó egyébként, menő. Egyszerre egyet tudunk lefagyasztani, igen. Akár szét is tudtuk volna ütni, hogy amort sporoljunk. Ó, basszus, ezt nem akartam így. Jaj, hups. Oké. Okay. Gyors felveszik az ammókat, amiket itt látunk. Még itt is vannak, jó. Ez micsoda? Jó. Itt egy nagyobb. Ajaj. Jó, most kicsit el lettek vakítva. Na, erről beszélek, ez tuti crit volt. Jaj. Oké, okay, rám gyertek, ne rá. Na, még egy pap is jött. Ne, hadd békén itt, hadd békén. Hadd csinálj a dolgát. Oké, okay, már nyitódik ki az ajtó. Jó, futás. Meggyújtani, gyors. Gyerünk, csináld. Tak, elkapott egyik. Le is ment a HP-nk. Kéne a loot. Hát, nem lesz több loot. Oké, túléltük. Jó lett volna még egy picit lootogatni ott, felvenni minél több dolgot, nem még az ott voltak dolgok. Ó, ezek még jönnek, basszus, itt szakad a mennyezet, meg minden. Megint még egy fázis lesz, meg itt is vannak robbanók.
Ó, ez nem volt jó. Ezt nem kellett volna így meglőni. Sati. Oké. Jó, kitek, hogy gyújtsuk meg. Őt is. Ez az. Bum. Oké, gyújtsuk fel. Basztus, pont elkapott, miközben gyújtottam volna fel. Ez nem jó. Pont írunk, túléltük, majdnem elkapott minket. Jó, van szigonylőszer. Ez micsoda? Ó, pisztoly, ez az. Tudj, gyorsan fut. Oké. Ne, szigony. Ez az. Hogy hátra lökte egyébként? Ez az. Még egy. Jó, dead. Gyújtsuk fel. Hát, ha még élne. Gyors felveszünk. Ó, fecskendő, ez az. Van időnk benyomni? Gyorsan. Jó, benyomtuk, csak közben itt lekéselnek. Nem kéne ennyire hátra menni, mert itt meg beszorulunk a zsákutcába. Nincs hamó. Jó. Vissza kéne egy kicsit menni. Na, ez nem jó. Oké. Jó lesz ez, csak nem szólt, hogy beszorítsanak. Nagyon beszorítottak. Nem volt menekülési opció. Oké. Csináld. Picit égünk. Jó. Egyszerre kettő dead. Van facing, ezt tudjuk használni. Most, hogy bejön, egyből is ütöm. Headshot. Pont a fejét találta el. Gyors ammo felszedés, amíg van idő. Ez az, dead. Jó. Ő is. Oké, addig gyors lootolunk. Hát ez csak trucsi, mondjuk az is kell, mert utána úgyse tudunk tovább menni. Jó, fagyasszuk le ezt a nagyot, és utána csak leüssük, ugye? Igen. Leüssük? Ez nagyon jó. Effektív egyébként, nagyon ez. Jó, ó, basszus, ebbe három lövés kell. Még egy. Bum. Csak egyikig sajnos. Csalogassuk őt ide. Gyere! Ja, ez már gyúr... Oké. Jó, őt fagyasszuk le. És gyors... Nem fagyasztotta le. Fuck! Ez az, üssed őt, te is! Adjál neki! Úgy, azaz! Ez nem tudja addig csinálni ajtót. Ez elkapott. Jó, Sati. Fuck! Két az ajtó, mehetünk! Jó, menjünk. Jó, nem tudnak itt jönni már. Jó, szuper. Oké. Okay. Kis trutyi majdnem itt is hagytuk. Fejlesztők úgy gondolták, hogy úgyis itt fogják hagyni a játékosok 90%-a. Ó! Hú, Jogi, mindjárt kukkantam egy ilyen lassabb résznél. Ó! Megint egy fát is. Most megint nem... Fuck! Van-e first aid-em? Hát, ez nagyon nem jó most. Oké. Őt felgyújtsuk gyors? Nem tudjuk fel, de fel tudjuk. Ó! De védekezik közben. Nem szereti a tüzes pillanatokat. Jó, gyertek ide. Így. Ez az. Egyszer kettő. Nem, egyszerre három is. Lehet. Ez az. Te is gyere ide, és akkor meg X még, ugye? Szépen gyere ide. Addigra már dispawnolt. Ne, ez nem jött ki jól. Nagyon kevés HP-nk van sajnos. Ezt meglőjük. És megnézzük, hogy van-e fecskendőnk. Van. De nem bírjuk elnyomni talán ma időbe. Gyors, csináld. Ez az. Jó, picit helyezkedjünk hátrébb. Védjük a Josephet. Nem bírom eltalálni sajnos. Nagyon össze-vissza mozog. Szigony. Hát ez sokat nem sebezett így. Ez az nagyon szép volt. Megint elkapott. Ez sokat sebez.
Jó, ezt gyors felgyújtsuk. Nem, már nem volt idő, de meghalunk szerintem. Mi történik? Most nem látom. Meghalunk. Fuck. Gyors, megnézem Yugi akkor. Betesdás fórum. Hardware setting micsoda? Van rá mód? Yugi? Mindjárt mondom, hogy legendás vagy. Várjunk, van ott olyan, hogy Leatherbox, és én eddig nem láttam. Ha? Fekete csíkok. Yugi? Gád vagy. Eddig nem csak én, szerintem senki nem vette így észre. Kérdeztem is, hogy hogyan kéne meg minden. Ha? Köszönöm szépen, egyáltalán nem tűnt fel, hogy itt van egy fekete csíkok. Pedig amúgy vicces, mert én utána kerestem, de ezt nem találtam meg. Én a PC Gaming Wiki-n néztem, hogy hogyan kell kikapcsolni, vagy nem az beállításokra hivatkozott, hanem valamiféle külső programra, amit letöltöttem, és nem működött. És akkor így mondom, hogy ah fuck, akkor játszok így a játékot, jó lesz így, na. És közben mindig benne volt a játékban az opció. Én meg itt valami külső programot akartam volna használni. És hát használtam is, de nem működött. Ezt nem hiszem el. Ami most mi történt? Hát, úristen! Azt a... Mennyire más? Mi? Yugi? Köszi! Azt a... Rendesen nagyobb a játék. Úristen! De durva már! Így néz ki egy full screen játék? Ó, ez nem jó. Nem a legjobb kezdés. Sajnos. Amúgy miért nincs a munka Satiba? Ja, azt majd találunk? Most már szerintem itt találunk valahol gyorsan. Hoppá. Csalogassuk ide őket. De közben meg egyik, nem kettő úgy dönt, hogy inkább Joseph-re szeretne lenni. Ahol már megint égünk. Még jó, hogy a tűz amúgy nem sokat sebez rajtunk. Jaj, ebben nincs ammo. Out of ammo. Joseph, menj vissza, az ajtót csináld! Mennyi? Mondjuk, Joseph... Joseph! Nem bízik bennem. Jó, megértem, hogy nem bízik bennem. Ezt ha felgyújtsuk, akkor ő is felgyullad, ugye? Nem gyullad fel, elmegy mellettem. Jó, akkor... Oh. Joseph! Joseph, elkapta őt! És ledobta a földre ez a nagy... Mit csináljak? Lefagyasztom a nagyot. Jó, és most leüssük. Paf. Heal. Jó, kapta a healt. Az a fontos, hogy ő ne halljon meg. Persze én sem akarok meghalni. De... Gondolnak egyet, és mégiscsak Josephre mennek. Jó, gyújtsuk fel... Ah. Oké, most ez jó volt. Egyszerre többet felgyújtottunk. Viszont csak egy gyamónk van, az kicsit szívás, itt találtunk hatot. Gyors fed fel. Ó, már megint lefoglalja egyik. Ah, fuck. Na jó. Ó. Kiszívd a nyakunkat is. Hát ez most kicsit nehéz kisebb rész. Igazából csak ki kell logikázni az egészet. Szóval, jöjjön ide ez a kettő. Oké, hát megint kicsit lesebeztük magunkat. Úgy döntött a nő, hogy inkább futni fog. Sötibe egyébként megint nem találok lőszert. Pedig eddig volt. De most egy kicsit megfrenelzíteni a dolgokat. Nem tudom, merre lehet. Egyből halt, nice. Gyújtsuk fel őt. És hogyha ide jönnek, akkor felgyulladnak, ugye? Ha csak akkor gyulladnak, nem, szinte csak akkor gyulladnak meg, hogyha már alapból közel vannak.
Jó, ezt fel tudjuk. Ez az. Another moment, just keep me covered. Azon vagyok. Biztos nincs sehol sati lőszer. Próbálok mindenhol körülnézni. De akkor hogy volt eddig? Szerintem droppolt. Trucsi, és még egy trucsi, gyerünk gyors. Meg heal is akkor már. Egyből halt a nagy, nice. Ne. Oké. Amúgy kontrolleren, konzolon biztos nehezebb volt ez a game. Még azért, ez a crit annyira jó, erről beszélek. Ezt ki fogjuk maxolni, ez muszáj lesz ki maxolni. Annyira epic, nagyon erős. Várjuk meg ide jön és felgyújtsuk. Te nem gyulladnak most még, nem voltak túl közel. Ez az. Ez az. Halnak. Joseph, hogy haladsz? Kinyitódott. Jó, mehetünk. És még fecskedet is találtunk. Ez az. Nagyon jó. Megint lesz egy? Ez jó pár emelet van. Szerintem igen. Még egy. Ja, ide nem akartam felmászni. Itt onnan fognak pocsogni majd fentről lefele. Megint kettő robbanó van. Hello. De ne oda fuss-e, velem foglalkozz. Hello. Úgy. Jó, az amó hiány most tényleg erős. Oké, legalább egyszer a kettő gyulladt fel. Köztük mi is, de nem baj. Hillennek, jó? Jó. Kétszer annyian vannak, hát? Igen. Egyre többen jönnek. Van shot időszer most már. Papot is megöljük természetesen. Felgyújtsuk gyorsan. Nem rúgni akartam őt. Nem fel akartam gyújtani, csak az kombot gyogtam. Bum. Jó, őt felgyújtsuk. Oké. És akkor meg van egy amónk ebben. Ebben 60 viszont. Oké. Gyors felvesszük, amit tudunk. Ez micsoda? Gránát. És még itt van egyébként amó, sörétesben. Júj! Elkapott egyik. Oké, szerintem így a végére, mit szólnátok hozzá? Dobnánk egy repeszgránátot. Csak nem nagyon... Jaj. Egy egyszer kell megnyomni, mindig elfelejtem. Jó? Úgyis kettőnk van, nem is tudtam, hogy kettő van. Dobjuk, hát... Nehéz lesz úgy dobni, nem is kell dobnunk, mehetünk tovább. Jó. Nice. Let's rest for a minute. Örülök, hogy mi maradt kettő. I think we've got to get out of this place as fast as we can. Kellene. What about the tower there? We might be able to get a lay of the land. Anything's got to be better than staying here. Tartsd nyomva a space. Jaj, ezzel visszamegyünk oda. Mennyink van egyébként? Nem hiszem, hogy olyan sokat gyűjtöttünk volna össze. 2800... No. Nem megyünk vissza még. Ezt ki lehet hitni? Mi van itt? Sniper! Szokatlanul kinéző, tolózáros puska távcsillan felszerelve igaz öregnek tűnhet, első pillanatra, de jól meg fogja állni a helyét. Nice! Van sniper a játékban. Sexy-mexi. Jó, a gránát helyébe rakjuk. Gránátot azt úgyis elővesszük majd, hogyha innen használjuk. Pecskendőt nyomunk. Ja, van itt még egy. Tényleg egyébként azt akartuk volna még növelni, hogy a fecskendő több healt adjon, az is fontos lenne. Oké. Okay. Ezt mondhatjuk úgy, hogy lesznek olyan harcok, amit messziről kell majd megvívnunk. Ha a játék ad neked mesterlövész puskát, akkor
Biztosan lesz rá alkalom, hogy használd is. Nem csak poénból adja. Talán lehet velük a hely. Hello. Kinyitott ajtót, visszafordult és visszamegy. Ő se tudja eldönteni, mit szeretne. Kijött, kinézett. Meg én ezt fogja csinálni, nézzük. Ah, ott csomóan vannak. Kijön? Ó, most kettő vannak, hozta a barátját. Ja, akkor ezért ment vissza, hogy a barátjainak szóljon. Jó van, gyertek. Mindent értek már. Bum. Ó, nem halt meg egyből. Fel tudjuk gyújtani még mielőtt elkap a pap? Jó. Joseph? Adjál neki. Nem áll. Ne, én nem mentem őt meg. Én nem mentem. Ki kell használni Josephet? Akármilyen parasztosan hangzik. Csak nem hal meg, az igaz. Kicsit rizikózunk egyben. De... Na. Ügyes a fejszívén, azt mondom. Gyerünk, Joseph. Jó van, segítsünk. Vagy ne segítsünk. Nézzük meg, hogy béle kettővel egyszerre. Majd hidellek, igen. Ó! Azta! Joseph? Let's go, Joseph! Ügyes vagy. Nagyon szép volt. Nyomod. Erről beszélek. Azért már kezdtem aggódni érte, gondolkoztam, hogy beleavatkozok, de nem volt rá szükség. Tudom. Ott is vannak. Hát, amúgy nem muszáj mindenkivel küzdeni. Dobjuk fejbe ez egyiket. Ettől mondjuk nem hiszem, hogy egyből meghalna. Ez mi ez a hang? Ez mi volt ez a hang? Pura. Gyerünk, Joseph, adjál neki. Úgy, már lesből várja. Már várja. De ne feném, gyere, ott vannak. Joseph? Hoppá, elkapta falon át. Megmentettem. Na, most megint kettőről van szó, Joseph, adjál nekik. Gyerünk. Nekem tudod jól, hogy kell az amó. Ha lenne fejszín, akkor harcolnék veled. Ez az. Nem kellek én ide. Lehozz ő egyedül, csak nem tudja, hogy merre kell menni. Ennyi a baj. Jó, menjünk először erre szerintem. Na, van fejszín. Most már tudok veled harcolni, Joseph. Csak gyere ide. Hol vagy? Ja, itt vagy. Én nyomok neki egy kis healt. Azt írja, hogy hold. Ja, jó, oké. Eddig nem nagyon működött a hold. Most meg megy. Az ízben megettem itt a gombot, de lehet, hogy egy helybe kell állnom azért. Na, sziasztok! Hol vagytok? Hello! Puff! És lett még egy fejszink. Érdekesen néz ki a játékban egyébként a vér. Olyan a vér egy... csapdák, igen. Olyan a vér egyben, mint hogyha... A zombiknak a... Hát igazából a belei lennének rajtunk. Kicsit így olyan látványt ad. Gusztusos. Ó! Belénk dobta a fejszét, vagy mi volt ez? Damn! Ó! Hoppá, mit képzelsz te magadba, és honnan veszed elő azt a sok fejszét, ha? Honnan veszed elő azt a sok fejszét? Joseph? Te mit csinálsz? Hova marad Joseph egyébként, hogy hátra jön egy zombi? Azt hittem fedezni fog engem, de hát... Nem. Ez mit csinál? Beindítsa ezt a készüléket. Felnyílik két kar. És valami történt. Ó, oh, Joseph, szia! Pont téged emlegettelek. Erről beszélek. Helyrehoztad a hibáidat. Na gyere! Gyere! Mehetünk le meg fel. Oké. Megpróbáljuk deaktiválni. Megéri azt a kettőt, ha annyit ad. Próbáljuk meg. Jó, hú, holy shit. Mert már nincsen, most van kettő. Kéne ezeket is gyűjteni. Ez merre vezet? Igazából csak ide le. Jó, akkor menjünk vissza. Menjünk a tetőre. Joseph. Józsi, hol vagy? Lőnek ránk? Honnan? Azta!
Ó, de meg honnan jöttél? Honnan jött ő? És nem vett észre engem? Oké, le kell őket szedni, mielőtt bemennünk. De hogy? Szerintem meg kéne kerülni, nem? Ez túl rizikós erre menni. Jól vagy? Érted? Égünk? Jól vagy? Egyszer, hogy jól vagyok. Teljes mértékben, Joseph. Fedezik. Fedezik. Semmi. Nem sok HP-nk van, de van fecskendőnk még talán. Kettő. Szerencsére. Még egyet elnyomunk. Jó. Azon gondolkoztam, hogy érdemesen megvárni, hogy visszatudjon egy kicsit a HP, és utána használni a fecskendőt, mert van az a sáv, ami alapból betölt. És lehet, hogy inkább máskor úgy kéne használni a fecskendőt. Nem biztos. Oké. Jó, most mehetünk, ugye? Nincs már sehol máshol fedezék, basztus. A sajátjaikat csak nem találják el. Hú. Dehogy nem találják el. Miket beszélsz, Peace? Felgyújtalak téged, jó? Nem gyújtalak akkor fel. Ó. Oh. Gyere, Joseph! Itt van egy kis fedezék talán. Nagyon jól nyomod. Ez az... Itt le tudunk menni. Igazából ugyanúgy jövünk ki, mint hogyha megkerültük volna. Ott van egy nagy mennyiségű trucsi. Meg kéne kockáztatni talán, hogy innen ledroppolunk oda. Szerintem csak úgy lehet elérni. Itt is még van. Én visszamegyek érte. Nem kell. Kell az upgrade. Ma hősök leszünk. Átmegyünk a sok nyilvesszön. Oké, honnan... Oké, arra repül. Joseph? Mit szólnál hozzá, hogyha... Te oda mennél előre, és megszereznéd nekem. Túl sokat kérek? Lehet. Ó. Inkább leugrottam. Nem lehet elírni egyébként ezt? Nem engedett a játék leesni. Vagy enged, csak elcsesztem? Lehet. Megpróbáljuk újra. Már lőnek is. Lehet, jó. Ezer. Ez az. Ne! Jó, annyit nem sebzett azért. Lőszer. Fényt kikapcsolassuk, már nem szükséges. Itt van ez a két kar, amit láttunk, ugye? Aha, és most kinyit ez. Szerintem a jobb oldali meg a jobb oldali tudotta volna. Két chest! Menjünk, ezt el kell engedni, ugye, amikor... nem volt benne bomba. Nice. Ezt is kínált, igen. Ebbe sincs bomba. Trutyi! Ezzel trutyi! Na most a másik vagy jobb loot lett volna, azt nem tudjuk most már meg. Nem hiszem, hogy ezt ki lehet nyitni. Vagy igen? Nem lehet. Minden akkor, ha visszamennénk. Hát a kinyílna. Én amúgy nagyon kíváncsi vagyok a válaszra, szóval én visszamegyek. Meglássuk. Bár nagyon nagy esélyt látok rá, hogy nem. De hát, ha nem próbáljuk meg, akkor nem tudjuk meg a választ se, igaz? Szóval nézzük meg. Hogy is volt? Itt volt ez, ugye? Nem hisz, hogy be lehet, mert le van húzva a kar és világít. Na nem baj. Itt hettünk volna valamit. Ejjjjjjj. Na gyere, Joseph. Meg még valami. Inkább fejszét viszem magammal. Sokkal jobb. Fejszív egyébként mindig együtt és az egyben le is szedte az ellenség fejét. Mindig egy hit volt, kellett. Nem több. Annak ellenére, hogy milyen fajta ütést csinálsz, vagy így csinálod. Vagy nagyon mindig ugyanazt a ütést csinálja? Szerintem igen, nekifutásból? Aha. Hát akkor ja. Azt hittem, hogy vannak más fajták. Na, ezen át kéne futni? Jó. Oké, bételtük őket. És akkor...
Most mehetünk, ugye? Kell nekik egy kis reload time. Hú. Itt fedezékben vagyunk? Oké. Okay. Amó. Joseph meg majd ezt gondoltam nem lehet szétütni. Aha, még itt is tudnak lőni. De viszont ide már nem hiszem itt nagyon a szélére. Még több lőszer. Háromszáz, nice. Na. Oké, szóval. Szerintem kicsit arra fele kell menni, amerre lőnek abba az irányba. Felmegyünk. Velünk itt nem voltunk még? De voltunk már. Menjünk vissza egy picit. Közben meg eltalálnak, ugye? Nem. Ez nem nyílik ki az ajtó? Nem. Ezt a falat nem lehet átmászni, nem. Merre szeretnéd, game, hogy menjek akkor? Menjünk vissza. Nem, menjünk el akkor már erre, hogyha már így erre alakul a út. Aztán megnézzük erre, mi van. Jó, fedezik. Így késletetve lőnek, nem egyszerűen ki az összes lövedék. Kicsit minimálisan megnehezítse a dolgokat. Hol nem voltunk még? Van olyan hely? Most már tuti eltalálnak. Nem, nem találnak el. Joseph? Mi a terved? Nézzünk körül. Ide a tetőre nem lehet ide menni. Vagy oda kéne menni egyébként, ahova lőnek. Ahonnan lőnek, de hát hogyan? Ott van még egy nyílvessző, azt még lehet érdemes lenne felvenni. Elmegyünk érte. És gyors vissza, Joseph, ne csak ott állj! El fognak találni. Oké. Okay. Hát... Ó, majdnem le is gurultunk innen. Van ez az épület. Ez erre vezet. Így is lehet menni. De fel. De igazából ugyanitt kötünk ki. Fedezik! Jó, várjuk meg, míg lőnek. Eztán átmegyünk. Hú, fú. Ezt kicsit bekaptuk most. Mit nem veszek észre? Ide nem? Várjunk csak. Volt egy doboz, ezt nem lehet eltolni ezt. Sehogy. Simán el lehet oda tolni, és ott felmenni, annál résznél. Vagy erre nem lehet felmászni egyébként? Nem lehet. Out of ideas. Jöjjünk, Joseph! Őt bezzeg nem lövik. Ő egy szellem. Menjünk vissza épületben. Ebben. Úristen, azt a... ez jó közel volt. Jókor pihensz meg te is.
Jaj, vissza. Hát nincs ötletem egyébként, hogy merre tovább. Valami felre, visszafele. Valamerre felle. És ez az ajtó kinyílna már, de hát miért nyílna ki? Nem. Innen jöttünk. Van ez a rész, de oda se lehet felmenni, meg hát most mégis felismerjük, mi átparkúrozunk. Nem. Mondjuk ide fel tudunk menni, és hát ott is voltunk. Nincs ötletem, basszus. Nem látom. Ez csak ilyen loot hely volt. Uff, ilyen sokáig tartott, míg ide él. Itt lefele se látok semmi olyat. Hát tudni, hogy erre kell menni, hát annyira egyértelműnek néz ki. Nem látom. Te kéne robbantani ezt az ajtót. Nem hiszem. Hát jó, akkor én tudok tenni, hogy utána nézek, hogy hogyan kell tovább jutni. Más nem. Ezt mondanám, hogy oda rúgdossuk egészen, de hát ez hülyeség, ez semmit nem segítene. Ide nem lehet még egyszer feljebb menni? Amúgy arra van? Lássátok, arra lehetne menni. Oh, fuck. Jó vagyok. Erre van út egyébként. Ja, már nincsen nálunk fecskendő. Uff. Hát akkor picit sántítani fogunk. Egy jó ideig. Várjunk csak. Erre voltunk? Persze, hogy voltunk, ja. Hát ez most ezzel is fog találni talán. Ha ide is lőnek, nem lőnek. Ide nem tudunk átugrani. Nem lehet. Arra van út. Kérdezik, hogy csak ki van építve út, lehet látni. Jó, itt nem találnak el. De hogyan jutunk el oda? Nem lehet ezt átmászni. Innen se lehet már felmászni. Hát jó. Ide beülök a sarokba és megkukantom. Kénytelen vagyok. Szed. Utána itt felborítom. Walkthrough, beírom így. Spoilermentesen lehetőleg megpróbálom kikutatni, melyik lenne az a rész. Most hol van? Ez az, ugye? Itt vagyunk? Milyen gyorsan megtanáltam, baszki? De gyors vagyok. Mi? Vétem. Ja, ez csak izét aktiválja. Ja, hogy ő sznájpolja őket. És ez kell is, vagy ez csak csinálja. Ott egy trófea. Áttanultunk plusz infót is. Hát jó van, akkor viszont ezt lecsalom, úgymond. Ezt a trófeát én is megnézem, ott van. De utána merre megy?
Igen. Harc. Ő is a bal, nem, ő jobb oldal indította ki. Hát akkor mi volt a jobb oldaliban? Zombik? Akkor rosszul választottál. Meg három láda. Hát azt mondom, akkor szerintem mi jobban választottunk. Micsoda, mennyi volt nála? 72. Az a nyilvessző készítő. Na, ezen átmegy, igen. Ide lejön. Ez szétüti, jó van, loot. És most mit csinálsz? Megy tovább. El oda, igen. De várjunk csak, meg kell őket ölni? Az lesz a megoldás? Ennyi? Vagy valami más? Ó! Oh, spoiler! Fuck! Fuck! Jó. De mi van akkor, hogyha valaki elcseszi a sniper amóját arra, hogy